Hova, hova? Mi köze hozzá? Már ne haragudjon. Egyébként csak ide a fodrászomhoz. New Yorkban szoktam vágatni, de hát sajnos most oda nem tudok kiutazni. Fodrászhoz is csak 7 óráig szabad menni. Én is most voltam. Egyébként pedig maszkod fel, és maradj otthon. Keddenként pedig hallgasd a Darásfészek újra töltve legújabb adását. Na jól van. De most már sietek, hogy hazaérjek 8-ig, mert hamarosan kezdődik a műsorom az Előre a nyugdíjba. Na viszontlátásra. A Média Magyarország produkció bemutatja Darásfészek újra töltve. Fogadják sok szeretettel a műsor házigazdáját, Bagi Ivánt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Darásfészek újra töltve 13. adása, én pedig még mindig Bagi Iván vagyok. Mai álhíreinkben beszámolunk róla, hogy mégsem vonul vissza Fekete Laci, és kiderül, hogy összejön-e az ellenzéki összefogás a Marson. Álhíreink után pedig görbetükröt állítunk Friderikus Sándor új műsora, az Előre a nyugdíjba elé, ahol egy igazán különleges vendég öregedését követhetjük nyomon, hogy ki is ő, az hamarosan kiderül. Felkészültek? Akkor kezdünk! Jöjjenek a legfrissebb álhírek a Darásfészek híradójában. És akkor lássuk legfontosabb híreinket röviden. Medvékkel folytatja Fekete László ellenzéki összefogása Marson, törpefenyővel bővül Karácsony stábja, és vérpocok tartja rettegésben a falu lakóit. Most pedig híreink bővebben. Mégsem vonul vissza Fekete László. A világ legerősebb embere az eddigi hírekkel ellentétben mégsem hagy fel a versenyzéssel és a súlyok emelgetésével. Ezentúl azonban már csak 500 kg-nál nehezebb állatokkal hajlandó megküzdeni. Legerősebb honfitársunkat a fővárosi állatkertben értük el, ahol éppen egy nagy medvével szkanderozott. Na, ide figyelj, kisgyerek! Annyira gyenge a mezőny, hogy úgy érzem, hogy kinőttem őket. Hát először az országot nőttem ki, aztán meg a világot, most meg a zakómat. Hát ez a sok tábocsirke mit akar itten? Hát én 500 kilókat emelgetek, hát csak a krízi medvékkel vagyok hajlandó versenyezni. Most is erdélyi medvékkel edzek, mert nagyon elszaporodtak a környéken, de már jönnek Szlovákiából is át, hogy nyomjanak velem egy skandert a bükkben. Szenzációs felfedezés. A NASA bejelentette, hogy ellenzéki összefogást találtak a Marson. Az amerikai marsjáró éppen vizet keresett, amikor sikerült ellenzéki életformát találnia, amely csak annyit mondott, ezt elkúrtam, de nagyon. Szakértők szerint a vörös bolygó már csak a neve miatt is ideális lehet az ellenzék számára, bár túlélésük nagyban függ attól, hogy sikerül-e végre eldönteni, hogy kivezeti majd a Mars missziót. Nem vonja vissza Magyarországot illető kritikáit George Clooney. Emlékezetes, hogy a színész éles hangon bírálta a magyar kormányt, amivel sokak ellenérzését kivívta. Híradónk a színészt a Piránya 8 forgatásán érte utol, ahol elmondta, egyetlen szavát sem bánta meg, és Magyarországnak, ennek a kis kaukázusi szovjet tagköztársaságnak is meg kell értenie, hogy nem maradhat örökké a Szovjetunió része. És bár a fővárosban, Ulánbátorban még nem járt, de arra még emlékszik, hogy a 70-es években Amerikáig vitte a szabadság levegőjét a szél, ő pedig drukkol, hogy újra olyan szabad legyen az ország, mint amilyen akkor volt. Mégis pótolják Karácsony Gergely főpolgármester lemondott helyettesét. Mint ismeretes, Dorosz Dávid a főváros klímavédelemért és fejlesztésért felelős alpolgármester távozása kapcsán Karácsony korábban azt mondta, hogy a városvezetés saját magán kezdi a spórolást, ezért nem vesznek fel senkit a Párbeszéd politikusa helyére. Most híradónknak mégis azt mondta, meggondolta magát. Dorosz Dávid kollégám jelezte, hogy az alpolgármesterség helyett inkább a munkát választja,
én tiszteletben tartottam a döntését, de a fővárosnak akkor is zöldnek kell maradnia, ezért Dávid helyére egy fát ültetünk. Eddigi közös városvezetői teljesítményünk jelképeként egy törpe fenyőt. Újabb baleset a Fan VIP műsorában. Kerényi Miklós Máté az egyik versenyszám után annyira megszomjazott, hogy véletlenül majdnem megitta a viszkist. A tragédia csupán Gáspár Zsolti lélek jelenlétén múlott, aki észlelve a bajt, rákiáltott Ambrus Attilára, hogy menjél már arrébb, more. Végül egy friss hír, éhes vérpocok tartja rettegésben Börzött-Szent motoros lakóit. A veszélyes ragadozót a Szabolcsi Zsákfalu kocsmája mellett észlelték először, amikor egy helyi gazdálkodóra vicsorgott. Majd ezt követően meg is kergette rémült áldozatát, szemtanúk szerint egyáltalán nem tartva be a másfél méteres távolságot. Álhíreinket hallották, hogyha valódi hírekre kíváncsiak, akkor kattintsanak az Origó oldalára. Jó estét kívánok, én Friderikus Sándor vagyok, és ez itt az Előre a nyugdíjba különkiadása, itt a Darázsfészekben. Az életnek velejárója, akár tetszik, akár nem, hogy mindenki megöregszik. Természetesen ez rám nem vonatkozik. Az eddigi epizódokban eléggé unalmas embereket kellett vendégül látnom, és megbeszélni velük, hogy milyen lesz az életük, hogyha majd megöregszenek. Ráadásul pont nekem, aki olyan világsztárokkal beszélgetett, mint Alain Delon, Belmondo vagy Sophia Loren, és még hosszan sorolhatnám a névsort napestig. Borzalom, hogy hová süllyedtem én. Na de mindegy, a mai adásban tényleg egy olyan vendég érkezik hozzám, igen, jól hallották, olyan vendégem lesz, aki saját magával érti meg a legjobban magát. És megvalva, akire valóban én is kíváncsi vagyok. És tényleg érdekel, hogy vajon hogy fog kinézni 20, vagy éppen 40 év múlva. Úgyhogy köszöntöm itt a stúdióban a televíziózás élő legendáját, Friderikus Sándort. Itt is van Friderikus Sándor. Szervusz Sándor, milyen jól nézel ki. Köszönöm Sándor, te sem panaszkodhatsz. Te fogytál? Örülök, hogy észrevetted. Igen, leadtam pár kilót. Na nem mintha kellett volna, de tudod, hogy milyen maximalista vagyok. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ne viccelj! Hát hozzád bármikor szívesen jövök, akármelyik műsorodba. Azt kell mondjam, hogy idehaza egyedül te képviseled azt a színvonalat és szakmai nívót, ami alá én nem szívesen megyek. Érdekes, én is pont ezt gondoltam rólad. Az a rengeteg világsztár, aki elment a műsorodba, például visszaemlékszem arra, hogyan ültem a televízió előtt két hetente csütörtök esténként, hát ezt azóta senki sem tudta utána csinálni, úgyhogy le a kalappal előtted. Talán nem véletlenül. Hát nem is értem, hogy te miért nem folytattad, amikor én abba hagytam, mert rajtam kívül egyedül talán te lehettél volna képes rá, hogy folytasd. Köszönöm szépen, igazán jól esnek a szavaid. Apropó, ugye tudod, hogy miről szól ez a műsor? Természetesen. Mintha csak én vezetném. Mindent tudok róla. Úgyhogy felkészültem. Láttam mindegyik adást. Ez a profizmus. Na látod, ez dolgozik bennem is. Tényleg, te hogy viszonyulsz az öregedéshez? Nézd, én úgy vagyok az idő múlásával, hogy olyan vagyok, mint a jó bor. Egyre érettebb és jobb leszek, ahogy telnek az évek. Hát, hogyha lehet még ezt a tökéletességet fokozni. Szóval akkor megnéznénk, mert engem is nagyon érdekel, hogy az idő múlása mennyire változtat meg téged. Profi maszkmestereink már levették a mintát, és akkor most nézzük meg, hogy fog kinézni Friderikus Sándor 20 év múlva 82 évesen. Nézd, én azt javaslom, hogy hagyjuk a 20 évvel idősebb énemet, és nézzük meg már is a 40 évvel idősebb önmagamat. Hogy neked milyen remek ötleteid vannak? Csoda, hogy nekem nem jutott az eszembe. Nézzük akkor, hogy az idő múlása mennyire változtat meg téged. Akkor most kifordul a fotel,
és hamarosan kiderül, hogy fog kinézni Friderikus Sándor 40 év múlva, 102 évesen. Friderikus Sándor ma este különleges időutazásra vállalkozott. Profi maszkmesterek kezei között 40 évet öregedett. Az eredményt még maga sem látta, 40 évvel korosabb arcával most először fog találkozni, akár csak én. Már itt ül, és most szembesítjük önmagával. Nos, hogy vagy? Azt kell mondjam, hogy 40 év plusz ide, 40 év plusz oda, remekül érzem magam. Hihetetlen, de szinte semmit nem változtál. Sehol egy aprócska ránc, egy bőrhiba, vagy egy rakoncátlan pigmentfolt. Elképesztő. Úgy tűnik, hogy rajtad nem fog az idő. Tessék itt a tükör. Nézd meg te is magad. Lássuk. Kicsit azért izgulok, ám. Ne hidd, hogy nem. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem. Hát ez hihetetlen. Nem gondoltam volna, hogy ennyire remekül fogok kinézni 102 évesen. Lehet, hogy meglepő és mulatságos, de tényleg semmit nem változtam. Én is meg vagyok döbbenve, sehol egy ránc, sehol egy májfolt. Áruld el, hogy mi a titkod? Összezárva a szemránckrémmel? Hát nézd, legfőbb kép életmód, genetika és a magas szintű testi intelligencia. Talán ennek köszönhető, hogy sokkal jobban nézek ki 102 évesen, mint Alain Delon vagy Clint Eastwood, pedig azért ők is nagyon szépen öregszenek, meg kell hagyni. Annyi kulisszatitkot azért elárulok, hogy a sminkszobában lebeszéltem a stábot a maszkról. Hát minek maszkoljanak, ha úgyis ugyanúgy fogok kinézni 40 év múlva is. Köszönöm szépen, Sándor, hogy eljöttél a műsoromba, és megcsodálhattuk, milyen remek formában leszel, még 102 évesen is. Nem hiába, hiszen igazi példakép vagy te mindenki számára, egy igazi nemzeti kincs. Jaj, de kedves vagy, szabadkoznék, de hát tényleg így van. Ennyi fért mai műsoromba, tartsanak velem legközelebb is, és bár nem tudom ezután a katartikus élmény után érdemes-e még egyáltalán bárkit is megöregítenünk. Na mindegy, a viszontlátásra. Ennyi fért a Dalásrészek mai adásába, bízom benne, hogy ez alkalommal is nagyon jól szórakoztatok. Adásaink visszahallgathatók a Videán vagy a Dalásrészek újra töltve Facebook oldalán. Lájkoljátok és osszátok meg Facebook oldalunkat, hogyha tetszett a műsor. Találkozunk jövő héten kedden, addig is vigyázzatok magatokra és ne nyúljatok Dalásrészekbe, legyen további szép hetetek, a viszonthallásra. Szolgálati közlemény. A műsor után Kolozsi Péter felhívott magához az irodájába, és felajánlotta az összes műsort nekem. Így 102 éves önmagammal és a svájci magánklinikán hamarosan elkészülő klónjaimmal nem sokára én fogom vezetni, és vendégként is kizárólag csak én fogok szerepelni az RTL Klub valamennyi műsorában. Szóval találkozunk még. Producer Bagi Iván és Duhonyi József. Műsorvezető Bagi Iván. Forgatókönyvíró Bagi Iván és Duhonyi József. Narráció Kálói Molnár Péter és Kautsky Armand. A műsort az Origó megbízásából készítette a Média Magyarország produkció.